kicsit kilógva itt az előadók sorából az erdélyi végvidéki kérdéseket fogom tárgyalni az előadásomban. Szilvási Bálint, Apafi Mihály egyik diplomatájának a diplomáciai működésén keresztül szeretném megvilágítani néhány apafikori problémát a végvidéken. Igen. Bevezetésként néhány előzményt azért szeretnék felvázolni, kicsit ismételve is az előbb Cigány István által elmondottakat. Ugye közismert az, hogy második Rákóczi György elhibázott politikai, külpolitikai lépése miatt egy nagyon zavaros időszak állt be Erdélyben 1657 és 1662 között, amit ugye a második nagy uralmi válság néven szoktunk emlegetni. Ugye a Porta támogatása nélkül indított háborút a lengyelek ellen, aminek olyan következményei lettek, hogy az oszmán birodalom ugye a vazalus állama ellen egy megtorló hadjáratot indított, és természetesen a térségben érdekelt másik fél a Habzúr birodalom sem nézte ezt tétlenül, és ő is beavatkozott ebbe a háborúba, kicsit leegyszerűsítve ezt a történést. Ez a háborús körülmény, illetve a sűrű uralkodó váltások következtében az erdély állam működése beleértve annak védelmét teljesen szervezetlenné vált egyes erdélyi végvárakban ugye császári királyi őrség állomásozott az 1660-as évek első felében, és ami a még nagyobb problémát jelentett ennél, az a az oszmán hódítás ebben az időszakban, ugyanis a Temesvári vilájátnek a egyfajta kibővítéseként ugye a déli végeken Karánysebes, Lippát és Jenőt emelném ki, ami ekkor oszmán kézre került egészen pontosan 1658-ban, és ami a legnagyobb problémát jelentette a korszakban, az 1660-ban Várad eleste volt, ami ugye a későbbiekben az ekkor kialakulóban lévő váradi török tartománynak a központjává fog válni. Ez tehát nagyjából az alaphelyzet, illetve annyival tovább bővíteném ezt a gondolatot, hogy 1664-ben ugye a vasvári béke alapjaiban lezárta ezt a térségbeli konfliktust, ugyanakkor az erdélyi fejdelemségnek a helyzetét kevéssé rendezte a vasvári béke. Amint említettem, a Habsburgőrség Erdélyben való Habsburgőrség állomásosztatása az viszonylag hamar lezárult, bár azért problémát jelentett, tehát 1665 elejére ez a kérdés rendeződött. A legnagyobb problémát, ami alapvetően az apafik korszakot meghatározta, az jelentette, hogy a Temesvári és az újonnan létrehozott Váradi viláját, valamint az erdélyi fejdelemség között, ahogy egyébként ez a Magyar Királyság és a hódoltság hodolt viszonyren, viszonyrendszerében is ugye érzékelhető jelenség volt, nem húzták meg a határt, nem jelölték ki a, a pontos határvonalat, tehát a kondominium jelensége az az erdélyi fejdelemség és a szomszédos vilályetek szempontjából is egy, ö, egy meglévő problematika volt és az erdélyi kormányzatnak gyakorlatilag állandó kihívást jelentett az oszmán hódoltatás megakadályozása, illetve csökkentése ebből a határ meg nem húzásából adódóan. Így természetesen egy állandó diplomáciai küzdelem is folyt annak érdekében, hogy, hogy ezt a hódoltatást meg tudják gátolni. Ez természetesen helyi szinten és a portán egyaránt próbálkoztak ennek a megakadályozásával, vagy mérséklésével az erdélyek, és az is nyilvánvaló, hogy ehhez olyan agilis diplomatákra volt szükség, amivel egyébként ekkor Erdély nem igazán rendelkezett, éppen az előbb emlegetett hatalmi válság következtében. Én ezt idézőjelesen szakemberhiánynak neveztem, ami egyébként nem csak a diplomáciai idézőjelben apparátus terén volt érzékelhető ekkor, hanem minden más igazgatási ágban is. Tehát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ez az óriási háború, ez egy óriási társadalmi veszteség is jelentett, nem beszélve a tatárabságba hurcolt ö, személyek és kormányzati személyek hiányával, így is fogalmazhatnánk. Tehát gyakorlatilag ez az alaphelyzet az, amiben Szilvási Bálint majdhogy nem ekkor megkezdi a működését, kicsit előbb, ahogy majd a következő diákon látni fogjuk. És alapvetően az a célom, hogy, hogy bemutassam azt, hogy Szilvási Bálint hogyan és miért vált az Erdélyi Végvidék adó- és határkérdéstárgyalásának a specialistájává, hogy én neveztem az előadásom címében is idézőjelesen és természetesen ez nem elválasztható az általa folytatott, elsősorban végvidéket érintő tárgyalásoknak a bemutatásától, és nyilvánvalóan azoknak az eredményeire is ki fogok térni. Tehát áttérve a, a címszeleplőre, ugye azt tudjuk, hogy alapvetően egy tekintélyes, de másodvonalbeli erdélyi család ez a Szilvási vagy Cseszelicki előnévvel, működő szilvási család. Az első ismert diplomáciai megbizatás a Szilvási Bárinknak Barcsai Jákos fejedelemségéhez köthető. 1659. februárjában tudom adatolni az első ilyen jellegű működését, amikor többet magával adóbeszolgáltatás ügyén járt a portán. Majd néhány hónappal később a Jenői Begrebékhez küldte őt a fejedelem valamilyen okból tárgyalni. Egyelőre ennek a részete ismeretlenek maga a tény, az viszont ismert. Annyira utalnék még Barcsaival való kapcsolatába, hogy ugye azt tudjuk, hogy a Barcsai család alapvetően egy Hunyad megyei nagybirtokos család. Vélhetően a kapcsolat is így volt meg Szilvásival, ugyanis azt tudjuk, hogy a felesége révén, illetve saját maga öröklése révén Hunyad vármegyében szerzett birtokokat. Egyébként magának a családnak korábban Torda, Doboka és Kolozs vármegyében is voltak birtokai. Ennek a későbbiekben jelentősége lesz, azt hiszem az ő működése szempontjából, és vissza fogok ráutalni, azért tartottam fontosnak ezt is is megemlíteni. Tehát, hogy valami kis előzménye van a diplomáciai működésének, amikor áttérünk az apafi korszakba, és nagyon fontos az apafi korszakban az első tisztségének a megemlítése ebből a szempontból, ugyanis eddig nem, nem tudtuk azt, hogy valójában ő volt, tehát Szilvási Bárint volt apafi Mihály, illetve az apafi kormányzat első kapiti hája, az az állandó portai követe nagyjából egy évig teljesített szolgálatot először Dinápolyban, aztán Konstantinápolyban, ahogy egyébként az a kapitihák esetében jellemző is volt már a korábbiakban, illetve az apafi korszakban is. Nagyon érdekesnek találtam azt az idézetet, amit gyakorlatilag ennek a tisztségviselésének követően született, de nem sokkal azt követően, Bánfi hoztam ezt az idézetet, és ő maga említi meg azt Szilvási Bálintról éppen egy követségre való felkészülés kapcsán, hogy ismeretes és tapasztalt lévén a törökök között, és a későbbiekben erre a tapasztalatra alapozhatott és alapozott is az erdélyi kormányzat, ha bár, ahogy láthattuk, nem volt egy olyan nagyon nagy tapasztalat, ez néhány ilyen megbizatásáról tudunk csak eddig, hogy miben kellett támaszkodni Szilvásinak a tapasztalatára. Ugye alapvetően az erdélyi kormányzat ezt a határigazítást próbálta keresztül vinni a váradi vilájat és az erdélyi fejdelemség között, nem másra hivatkozva, mint arra az Alipasa hitlevelének nevezett dokumentumra, amit az előbb emlegetett várad elfoglalásakor kapott az erdélyi kormányzat. Leegyszerűsítve azt szerették volna elérni erre hivatkozva, hogy a váradi törökök csak a korábban ban is várad várához adózó településeket adóztassák meg, ezzel mint egy behatárolva a hódoltságnak a, a vonalát is. Ez nagyjából ugye Biharvár megye területére esett ez a egyébként 258 települése sikerült azonosítani. És gyakorlatilag ez a hitlevél jelenik meg a másik idézetben, ami szintén nagyon plastikusan mutatja Szilvási Bálintnak a szerepét, illetve azt a tapasztalatát, amit kapiti haként szerezhetett már a az apafi korszak első éveiben, ugyanis eh, ahogy itt fogalmaznak, hogy ő általa kellene emlékeztetni a császárt, azaz a szultánt, illetve a nagyvezírt arra, hogy fogadják el ezt az alipasa hitlevelét, és történjen meg a határigazítás. Részben ennek a eh, levélnek, a, illetve tárgyalás folyamnak, ami az erdélyi kormányzat között zajlott, részben pedig ugye a Vasvári békének az előírása alapján. 1664 őszében, amikor főköveti feladatokat látott el újra a portán Szilvási, lett, tehát hogy kinevezésre került egy komisszárius bizottság erdélyi és portai tagokkal, ami folytak ilyen jellegű tárgyalások, hogy ezt a határt valamilyen módon meghúzzák, ugyanakkor sikertelenségbe torkolott ez az egész. Elsősorban azért, mert az oszmánok kijelentették, hogy Kolozsvárnán szeretnék a hódoltság határát meghúzni, ami természetesen az erdélyieknek óriási problémát jelentett volna. Tehát gyakorlatilag tovább gördült ez a probléma 1664-65-ös helyi szintű vizsgálatot követően és újra remény mutatkozott gyakorlatilag néhány hónappal később arra, hogy, hogy megtörténjen ez a határigazítás. Itt a dián olvasható már, aki látja, hogy gyakorlatilag portáról egy követet küldtek Erdélybe, ahogy a, a forrás fogalmaz a dolga véget jött ide. És ami nagyon fontos Szilvásinak a szempontjából, hogy szintén erre az előbb emlegetett tapasztalatra alapozva, nyilván helyileg is ismerte ezeket a problémákat, hiszen itt voltak birtokai ebben a térségben, ami érintett volt a török adóztatástól, és nyilván már a portai tárgyalásokban való jártassága miatt is azt mondta az erdélyi kormányzat, hogy őt küldi ennek a, ezzel a kapucsival való tárgyalásra természetesen a jó szokásnak megfelelően egy csomó pénzt küldtek Szilvásival a követnek, ez a csomó pénz ez nyilván több ezer talért jelentett, sikertelenül zárult ez a tárgyalás folyam is. Egyrészt nem is volt felhatalmazása alapvetően ennek a követnek a határkérdésnek a pontos tárgyalására, és gyakorlatilag ekkor már teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a, az oszmánok, a váradi oszmánok mit is szeretnének határnak, ugyanis itt az idézetből látszik egy rövid forrásrészetből, hogy azt a piripasa defterét tekintették a határigazítás alapjának, ami az előbb emlegetett igazából Bihar vármegyére kiterjedő hódoltsági területekkel szemben emelé még öt másik erdélyi vármegyét is az oszmánok hódoltatása alá adott volna. Ugye ez Kolos, Kraszna, Dobok, a belső szolnok, illetve középszolnok vármegyék, Mindjárt térképre vetítve is igyekszem ezt szemléltetni. Tehát ennek megfelelően az 1660-as évek végén is ö, ö, sikertelenségbe torkolott ez a ö, helyi szintű tárgyalási próbálkozás, mondjuk inkább így, és ö, gyakorlatilag ez a probléma fokozódott az 1670-es évekre, amikor itt a képen látható forrást ö, került az erdélyi kormányzat kezébe, Köpülő Ahmed nagyvezír ö, aláírásával ellátott olyan parancslevél érkezett a várodi pasától, ami felszólítja arra az erdélyi kormányzatot, hogy ezt az előbb említett öt vármegyét, ezt egy az egybe adja át a törököknek hódoltatásra, és ahogy fogalmaz a forrása, az erdélyek semmiféle adózásra ne erőltessék ezt az öt vármegyét, ami, ahogy említettem a térképet, azért ha a térképre nézünk és leszámítjuk a Biharországi területet, akkor is ez gyakorlatilag Erdély egyharmadát kitevő terület lett volna, tehát azért gondolhatjuk azt, hogy mi volt erre az erdélyi kormányzat reakciója, a portai diplomácia, vagyis a portát, az idézőjelbe téve felettes hatalmat értesíteni erről, és megnyerni ennek az ellenkezőjére. És nem, leg, nem meglepő módon a kérdés gyakorlatilag, ahogy látjuk, az 1660-as évek elejétől folyamatosan tárgyaló szilvási bálint ö, kezdte, vagy vitte a portai ö, előjárók elé. Természetesen, ö, ugye itt a. a az erdélyi diplomáciához, vagy diplomáciában megszokott módon három rendképviseletében járt el ekkor egy követség, ennek a tagja volt Szilvási, és gyakorlatilag az ő leginkább szilvási jelentéseiből ismerjük egyébként ezt a tárgyalás folyamot, ami körülbelül egy éven keresztül tartott, és úgy tűnik, hogy ekkor, hogy remény mutatkozik arra, hogy lezáruljon ez a kérdés, és rendeződjön az erdélyi adózás a váradi viláját irányába, ugyanis azt jelenti szilvási az erdélyi kormányzatnak, hogy az előbb emlegetett piridefterben, amire ugye az oszmánok hivatkoznak a határigazításkor, zavarosan a hogy a forrásfogalmaz konfúze kerültek összeírásra, feljegyzésre a falvak, az is kiderült itt a, a tárgyalások folyamán, hogy új várak építésére ö, is panaszkodtak a, a váradiak, ami miatt nem tudják ezt a számukra járó adót behajtani. És végül is az lett az eredménye ennek, hogy ö, ahogy egyébként szintén a Magyar Királyság és a hódoltság viszonyrendszerében ez egy ismert dolog, komisszárius bizottságot küldtek helybe a térségbe tárgyalni. Ez végül is le is zajlott ez a vármegye és várbejárás, és ö, gyakorlatilag az bizonyos vált itt ennek a végeztével, hogy az oszmán követek azonnal jelentést fognak tenni a portára, tehát erre egy válaszreakció szintén kellett az erdélyi kormányzattól. Nem meglepetésre ki az, akit az erdélyi kormányzat kül tárgyalni, Szilvási Bálintot, aki nagyon jól felkészült volt erre a portai tárgyalásra, szintén több ezer tallira ajándékkal indult útnak, ami nem meglepő egy ilyen fontos kérdés tárgyalásának az előmozdítása érdekében. Alapvetően ugyanaz volt a cél, Alipasa hitlevelét próbálja meg elérni, hogy Alipasa hitlevele legyen a, a határigazításnak a, az alapja, Ö, és szilvási tárgyalásai alapján megint arra következtethetünk, hogy valamiféle megoldása lesz ennek a kérdésnek, ugyanis annak ellenére, hogy nem ezt az Alipasa hitlevelét tekintették a portai előjárók sem, a vár, nyilván a váradiak befolyására a hódoltatás, adóztatás alapjának, mégis egy olyan kompromisszum irányába hajló született, hogy az említett panaszos öt vármegyéből állapítsák meg a váradi katonaságnak járó adókat, és ezt az erdélyi tisztségviselők szedhessék össze, ezt évente beszolgáltatva garantálnák azt, hogy a Biharon kívüli vármegyékbe nem mennek ki a váradi katonák hódoltatni, zárójelbe fosztogatni. Ö, ahogy említettem, Szilvási nagyon jól felkészült volt ezekre a tárgyalásokra, illetve az erdélyi kormányzat is, hiszen Szilvásinál Nála volt az a, az adó összeírás ennek az öt vármegyének, amire egyébként maga az oszmán előjárók is kíváncsiak voltak. Ugyanakkor megint csak azt kell mondanom, hogy sikertelenségbe torkolott ez a tárgyalás folyam is, illetve nem fejeződött be, aminek egy egyéb oka van, egy kicsit szerencsétlenül is alakult ez az erdélyek szempontjából, ugyanis 1673-ban az Oszmán Birodalom háborút indít a lengyelek ellen, és gyakorlatilag emiatt az egész tárgyalás folyam az visszakerül a portáról helyi szintre, ennek van egy végső soron azt hiszem, hogy megoldásának tekinthetjük ezt a kolozsvári szerződést, amiről ami a, már azt gondolom, hogy közismert, tehát ez egy kompromisszumos megoldás végül is az adóztatás szempontjából a váradiak és a, az erdélyi fejdelemség között. Gyakorlatilag ebbe szabályozzák leegyszerűsítve a módját, az adózásnak a mienségét és a mennyiségét. Az erdélyi kormányzat célja ezután pedig az volt, hogy ezt a kolozsvári szerződést ezt be tudja tartani tartatni a, szomszédos oszmánokkal, ez az egyik nehézség, a másik az, hogy lehetőségekhez mérten el tudják fogadtatni a portával, mert nyilván az akkor egy pressziót jelent idézőjelben megint csak a felettes hatalomtól, hogy mi ebben az egészben Szilvásinak a szerepe, jelen van ennél a helyi szintű, tárgyalás, helyi szintű tárgyalásokon is. Több tanácsúr mellett ő maga is tagja ennek a, az akkori deputációnak, és nem véletlen, és megint csak visszautalnék az ő tapasztalatára az oszmánokkal való tárgyalásra, ami nyilván ekkor már sokkal-sokkal nagyobb, mint az 1660-as évek elején, ugyanis ő az, akit a deputáció saját felhatalmazásából váradra küld tárgyalni ennek a kolozsvári szerződésnek a gyakorlatba való átültetése érdekében mondhatnánk így. Itt is úgy tűnik, hogy az erdélyek sikerre viszik ezt a dolgot, ahogy Szilvási jelentése fogalmaz, mindenre való hajlandóságukat látta a váradiaknak. Megint egy szerencsétlen fordulat, ekkor a váradi pasa, Ahmed Pasa személyében új váradi Begler neveznek ki, aki nem igazán érti ezt a tárgyalás dolgot, legalábbis a kolozsvári szerződés nem érti, hogy, hogy, miért hozták tető alá, és inkább a piripassa defterét szeretné a, a, határigazítás és az adózás alapjának tekinteni. Minden esetre alapvetően a porta is abban érdekelt, hogy ezek a helyi szintű problémák bizonyos mértékig rendeződjenek, és ezért a békés egymás mellett élésre szólította fel az ekkori Beglerbéget. Tehát gyakorlatilag az mondható el, hogy mégis egyfajta kompromisszum született, és az erdélyieknek ez a kolozsvári szerződés egy későbbi alapdokumentum lesz, és a későbbi tárgyalások alapjául is szolgál. Elsősorban már helyi szintre szorulnak vissza ezek a tárgyalások. Tudjuk, hogy Szilvási még kétszer megjárta a portát eztán, de nem, a jelen tudomásunk szerint nem kerül elő ilyen nagyobb jellegű probléma, tehát valószínűleg azért helyi szinten meg tudták oldani ezekre a tárgyalásokra alapozva a konfliktusokat, ha bár van nyilván több ilyen ellentét, és kicsit áttérve egy egyszerűbb, és hát enne, ebből kifolyólag könnyebben megoldott kérdésre, és ebben szilvási szerepére, Erdély és a Temesvári viláját közötti problematika, ugye szintén itt az adóztatás és a határigazítás hiánya az, ami a problémát jelentette, elsősorban az úgynevezett Halmágyvidéki és Biszra térség az, ami ettől a kettős hódoltatástól érintett volt, mindjárt szintén fogok térképeket is mutatni. Nyilván itt a Halmágyvidék elsősorban egy a bánya a városok és a bányászat miatt volt nagyon jelentős mind az erdélyeknek, mind a, az oszmánoknak, és ahogy mondtam, szilvásnak a szerepe itt sem elhanyagolható ezeknek a kérdéseknek a rendezésében sem, ami mind a kettő egyébként sikeres lett, ugyanis az emlegetett Halmágyvidék esetében 1670-71-re gyakorlatilag egy, egy szerződés köttetett meg a Jenői Beglerbég és az erdélyi kormányzat között, ami különböző települések cseréje révén sikerült egy határt húzni Ribice és Cebebánya között. És gyakorlatilag úgy tűnik a forrásokból, hogy ez egy elég jól működő szerződés volt, már mint a gyakorlatban is sikerült átültetni. A másik, amit emlegettem, ugye az a bizra melléki falvaknak az adóztatása. Itt is Szilvásinak nagyon ö, nagy jelentősége volt a helyi szintű egyeztetésben, ahogy a Halmágyvidéki Deputációnak is a tagja volt, amikor erről a kérdéskörről tárgyaltak a jenei oszmánokkal. Itt ugye gyakorlatilag Szilvási jelentéseiből hoztam néhány idézetet, ami ugye felhívja a helybeli társadalom figyelmét, hogy nem csak fegyverel, hanem okossággal kell valamilyen módon rendezni ezt a konfliktust. Hát azt azért világosá teszik a források, hogy itt az okosság kevesebb volt és a fegyver több, ugyanis elsősorban a Hunyadvár megyei csapatoknak a bevetésével sikerült azt az eredményt elérni, ami itt is olvasható, vagyis azt, hogy a Vaskapu környékén a Márga vizét tették meg határnak, és nagyjából ez is egy ilyen állandósulni látszott, még a Karlócai Békében is egyébként ezek az elemek megjelennek. Összegezve tehát az elmondottakat, úgy gondolom, hogy a második uralmi válság következményei nagyon komoly kihívásuk elé állították az apafi kormányzatot. Ez mindenek előtt az oszmán hódításnak a következtében és ezzel együtt a kondominium kialakulásának a következtében alakult így. Ismételten hangsúlyoznám azt, amit a bevezetőmben is elmondtam, hogy egy nagyon komoly társadalmi veszteség után vagyunk, ahogy említettem, szakemberhiány volt gyakorlatilag az igaz minden ágában Erdélyben, ugyanakkor azt gondolom, hogy nem tudom, hogy ezt nyilván nem lehet feltétlenül azonosítani, hogy az erdélyi kormányzat részéről ekkoriban ez egy tudatos döntés volt-e, hogy ezeket az embereket beemelje a, a kormányzat különböző elemeibe. Túl sok válogatni valójuk nem volt, ez is igaz, de az bizonyos, hogy, hogy jól kirajzolódik, azt hiszem, Szilvási Bálintnak a, a diplomáciai működéséből is, hogy elég gyakorlatias módon próbálták intézni ezeket a problémákat. Amint emlegettem, ugye gyakorlatilag a, a kondomínium térségében voltak birtok. Kai Szilvásinak is, tehát ő maga személyesen is érintett volt az egész kérdésben, következésképpen az egész problémának a rendezésében is, és gyakorlatilag 1660-as évek elejétől látjuk, hogy folyamatosan tapasztalatokat szerez ennek a tárgyalásában, helyi szinten és a portai szinten is, és ez a tapasztalat erre végig alapozni tudott az erdélyi kormányzat, aminek azt gondolom, hogy a lehetőségekhez mérten végül is sikertörténet lett az eredménye. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you